Köszöntök mindenkit a Holnap a harmadik birodalomban című műsorban, melyben olyan science fictionokról fogunk beszélgetni, melyek valamilyen módon tematizálják a második világháborút, a nácizmust és a fasizmust. Az alternatív történelmi regények segíthetnek, hogy letisztultabb formában és könnyebben tudjunk elemezni egy-egy történelmi helyzetet, hogy hogyan lett volna megoldható vagy elkerülhető egy-egy súlyosabb konfliktus. Ma a műfaj egyik legismertebb darabját, az Ember a fellegvárban vizsgáljuk meg közelebbről. Te írtál már egyszer egy alternatív történelmi regényt, a Szivarhajó utolsó útját, 48-as forradalomtól indul. Talán esetedben nem is annyira adekvát, de szeretitek-e az alternatív történelmi regényeket? Szerintem ebben a műfajban az a legjobb, hogy egyrészt bármit meg lehet csinálni, de mégiscsak szűkre szabottak a kereteid, muszáj vagy reflektálni a valóságra. Velem is előfordult az, ami valószínűleg a legtöbb ember előfordul, hogy elképzelt, hogy milyen lenne mondjuk időgéppel visszamenni Mohácshoz, és ha lenne egy tankunk, akkor a törököket hogyan intéznénk el. Az ilyen alternatív történelmeket a történettudományban arra szokták használni, hogy bizonyos oksági összefüggéseket jobban megmutassanak az alternatívák révén. Valójában van egy olyan vonulata a történetírásnak is, ami nagyon erősen koncentrál arra, hogy történeti eseményeket szinte regényszerűen jelenítsen meg. Tehát nem alternatív történelem például, de Stephen Runcimannek a Konstantinápoly eleste című magyarul is olvasható munkája kiváló, olyan, mintha az ember egy regényt olvasna, két főszereplővel, és az utolsó percig nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, miközben nyilván tudjuk a történetben, hogy Konstantinápoly elesik, a bizánci császárt megölik. Ilyen alternatív történelmi regény vagy film, az mennyiben tudja az átlag emberhez közelebb vinni az igazi történelmet? Lehet-e egy ilyen edukációs szerepe? Ha jól van felépítve egy alternatív világ, akkor ugyanazok a dilemmák megjelennek, amelyek a történelmi szereplők szembesültek, ugyanazok a problémák, amelyek a történelmi valóságot jellemezték, azok megjeleníthetőek, és ugyanakkor, ami nagyon fontos szintén, hogyha mondjuk egy morálisan is telített elbeszélésről van szó, egy olyan műről, amelyik valamilyen értelemben erkölcsi kérdéseket is feszeget, akkor pedig teljesen egyértelmű, ugyanazok az erkölcsi kérdések is felmerülnek, amelyeket a történelemmel kapcsolatban mindig óhatatlanul a görögök és a rómaiak óta felmerülnek. Én például nagyon szeretem azt, hogy mondjuk elolvasok egy történelmi vagy egy alternatív történelmi regényt, és akkor utána ilyen monográfiákba így beleásom magam egy kicsit, hogy megértsem, hogy a nagy kép az hogy néz ki. Az Ember a fellegvárban egy olyan történelmi helyzetet vizionál, amit mondhatom, hogy szerencsére sikerült elkerülni. Min múlt ez valójában? Történetírásban meglehetősen nagy egyetértés van abban a tekintetben, hogy a náci Németországnak, illetve a szövetségeseinek, tehát a tengely hatalmaknak egy hosszú távú háború megnyerésére nem volt esélye, legalábbis az erőviszonyok nagyon nagy mértékben eltolódottak voltak, különösen az Egyesült Államok bekapcsolódása után. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy nem lehetett volna, nem volt valamilyen minimális esély arra, hogy ha valamelyik csatát mégis megnyerik a nácik, akkor elhúzzák, vagy valamelyik ellenfelükkel végül kössenek egy különbékét. Az Egyesült Államok egyedül lényegében többet termelt hadőanyagból, mint az összes többi hadviselőfél, és a németeknek az egész hadipara rosszul volt beállítva, mert hogy el akarták kerülni az első világháborús hátország ellátási problémákat, tehát ezért csúcsra járatták ugyan, de azzal, hogy nem képes tartós hadipari termelésre, és csak a háború vége felé jutottak el egy olyan haditermelési modellbe, ami tulajdonképpen megfelelt. Viszont, és ez nagyon fontos, addigra már az erőforrásokból fagytak ki olyan mértékben. Nyilvánvaló, hogy a nácik győzelme ebben a alternatív valóságban abból fakad, hogy ők az elsők, akik előállítják az atombombát. Egy alternatív történelmi regényből, filmből, az Ember a fellegvárbanból mit tanulhatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elkerülni egy világháborút? Szerintem igazából semmit. A történelem az, most hogyha elkezdjük Herodotosszal, és azt mondjuk, hogy ciklikus, valóban vannak ismétlődőnek tűnő események, mégis el tudnak térni a végkifejletek egymástól. Ha csak azt mondom, hogy a Krím elcsatolása, az mennyire hasonlított az Anschlusshoz, abból nem következik az, hogy most harmadik világháborúnak kéne éppen lennie. A történettudomány az arra képes, hogy utólag szűkítse azt a végtelen információ mennyiséget, és hipotéziseket állítson fel, és megpróbáljon magyarázatot adni különböző események okainak összességére. A történelem nem tart semmiféle végcél felé, akkor úgy gondoljuk, hogy a történelem igazol minket, és most már automatikusan az következik, amit ahogy mi elképzeljük a világot, abban a pillanatban bekövetkezhet bármiféle egyéb
iránya a történelemnek, ezért ezzel kell tisztában lenni. Tudatosan kell élni, tudatosan kell ezekkel a szeszélyekkel szembenézni. Melyik országok azok, amik most leginkább hasonlítanak a nagy náci birodalomra? A sorozatban lévőre természetesen. Egy nagyon ideológikus és nagyon agresszívan ideológikus állam, amelyik egy társadalmi berendezkedést, erőszakos kizárásra bizonyos társadalmi csoportok, vagy biológiailag meghatározott csoportoknak a felszámolására épít. Ez azért ma nem jellemző. Vannak olyan államok azonban, amelyeknek a berendezkedése nagyon erősen ideológikus eszmei meghatározású, és éles választóvonalakat is húz. Ugye leginkább az iszlám világban lehet ilyesmiről beszélni, Szaúd-Arábia nyilvánvalóan ilyen, Iránról lehet szó. Ami nekem rögtön az eszembe ütlik, az talán Törökország. Azt látjuk, hogy ott az elnök elkezdte felszámolni maga körül a mindenféle demokratikus pozíciókat, azért, hogy azokat magának behúzza, és ilyen módon gyakorlatilag az történik, hogy haladunk egy ilyen abszolút egyszemélyi diktatúra, fél diktatúra, nem tudom mi ez, irányába. Azért ebben a sorozatban akármennyire is démonizáljuk a nagy náci birodalmat, vagy akár a japánokat, mégiscsak talán pont a technológiai fejlettség miatt úgy tűnik, hogy azért ez a birodalom valójában élhető, legalábbis azok számára, akikről nem derül ki, hogy egyébként mondjuk zsidó felmenőkkel rendelkeznek. Szerintetek egy diktatúra szükségszerűen elnyomó kell, hogy legyen, vagy válhat valamikor élhetővé egy ponton? Van egy furcsa paradoxon, azt hiszem, az egész történetben, az, hogy ez a rendszer, ez azok számára egyre kevésbé biztonságos, egyre kevésbé kiszámítható, akik egyre feljebb kerülnek a hierarchiában. Miközben, aki lejjebb van, az nagyon érdekes módon ugye egy nagyon konszolidált életet élhet, és itt nagyon izgalmas azt látni, hogy milyen módon emeli be ez a sorozat a 60-as évek, ha tetszik, sztereotipikus megjelenítését a populáris kultúrában. John Smith családja ennek a reprezentánsa, tipikus kisvárosi, kertvárosi amerikai életforma, amit élnek, és ez az, ami aztán valamilyen módon felszámolódik a sorozatban azzal, ahogy egyre feljebb kerül a hierarchiában. Élhetőnek élhető ez a dolog, mégis az van, hogy tulajdonképpen nem tudja, hogy mikor jön érte a fekete autó. Mert akármelyik pillanatban megérkezhet. Másik oldalon pedig, és ez megint egy izgalmas része, ugye a japán megszállás alatt álló nyugati parton, meg mintha a hippi világnak az elemei jelennének meg. Ez sokkal színesebb egyébként, több a tiltakozás is, és a kultúrában is megjelenik egyfajta, különösen a vizuális elemek, Frank Fink, mint festő. Ő is életben tud maradni, de ez szerintem nem ekvivalens a túlélés azzal, hogy élhető valami. Ő zsidó létére úgy tud életben maradni, hogy megváltoztatta a vezeték nevét, és átműtette az orrát. Te amellett érvelsz inkább, hogy egy diktatúra semmilyen körülmények között nem élhető, mert egy folytonos félelem van, vagy lehet az emberben a tekintetben, hogy mi lesz majd a következő nap. Még a leghétköznapibb dolgokba is be tud férkőzni a félelem. Esik a hó, és a hóesésről semmi rosszat nem feltételezne senki. Megállítja őket egy sheriff, és így mondja, hogy ja, itt a szomszéd városkában bebüffentették a krematóriumot. Egy diktatúra akkor válik élhetővé, amikor bürokratizálódik, amikor, ha tetszik, a diktatúrából egyfajta autoriter rendszerré alakul, ahol a szabályok igenis számítanak. És ugye a hadsereg, ez a militarizált világ az, ahol ezek sokkal kevésbé számítanak, ahol az egyszemélyi függőség és parancsuralmi viszonyok azok, amelyek működtetik a rendszert, és ilyen értelemben ez nagyon izgalmas, hogy ez a világ, ez nem stabilizálható. Amikor Dick ezt a regényt írta, már véget ért évekkel azelőtt a második világháború, szerintem ez a regény nem a nácikról szól, hanem azokról a veszélyekről, amiket a McCarthy-ra tartogatott az akkori baloldali amerikaiaknak. Dick is ilyen volt számára, a McCarthy-ra az már egy ilyen puha diktatúrának a kezdete. Bizonyos értelemben ez egy társadalmi kritikának is felfogható. Tulajdonképpen az a fajta elégedett kispolgári világ, amelyik a 60-as évek Amerikáját jellemzi, az nincs is olyan nagyon messze ettől a diktatúrától. Nagyon könnyű átlépni azt a határt, nagyon könnyű a megelégedett társadalomban is egy diktatúrát felépíteni, nem csak egy válságban lévő társadalomban. Tehát ez egy nagyon lényeges üzenet. Aki ennél is jobban érdeklődik a téma iránt, az november 16-án látogasson el az MTA Propaganda a második világháborúban című előadássorozatára. Link a leírásban.